A Bitcoin 2009. január 4-én jelent meg először egy blokkláncon alapuló digitális pénzként. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője beszélt a Bitcoinról, a kriptopénzekről az érdeklődőknek. Többek között azt a kérdést vizsgálta, hogy mennyire tekinthető az arany digitális alternatívájának a Bitcoin. Tehát aranyat nem tudunk teremteni, abból véges mennyiség van. Hogy a Bitcoin az ilyen szempontból nagyon hasonló, mert a bitcoinnak a mennyisége soha nem lesz több, mint 21 millió. Jó, tehát soha nem lesz több bitcoin a világon, mint 21 millió darab, egyébként 21 millió és több mint 100 év múlva lesz, amikor el fog érni a bitcoinnak a mennyisége ezt a felső korlátot, és aztán attól kezdve megáll a bitcoinnak a teremtése, a bányászta, bármit is jelent ez. Véges mennyisége van tehát a bitcoinnak, amelyre leginkább pénzként gondolunk. A hagyományos pénzhez képest, amely végtelen, virtuális, nem valódi, elektronikus online létezik. A bitcoin blokkok láncolata, amely számok sorozatából áll. 10 percenként készül egy blokk, mi van benne egy ilyen blokkban? Benne van, hogy mikor készült el, dátum, óra, perc. Benne van, hogy milyen verziójával csinálták ezt a bitcoin szoftvernek, ez se tudjuk annyira érdekes dolognak. Benne van, ugye ez egy virtuális pénz, de hogyan lesz egy virtuális pénz? Ugyanúgy, mint a rendes, hagyományos pénznél, amikor valakinek van egy forintos bankszámlája, hogy amikor utaltok valakinek pénzt, vagy akár a bankkártyátokat használtok, az fog történni, hogy ti bankszámlátokról leveszik azt a pénzt, és másikra meg fölrakják. Az előadó hozzátette, ugyanezt történik a bitcoin számlán is. Sebestyén Géza három jellemzőt vizsgált a bitcoinnal kapcsolatban, például, hogy fizetőeszköze, mennyire értékőrző és mekkora értéket jelent.